Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzött és nagy lépést tett a feljutás felé a kisvárdai futballcsapat. 13 pontos előnyről kaptak ki a Vasastól a Kétszápák. 4 megyebeli sportember kapott elismerést a Magyar Sportnapján. Szakmári Grétával találkozhattak a Benn fiatal röplabdázói. Kadett fiú kosárlabda B-döntőt rendezik Nyíregyházán. Vereséggel búcsúzott a Szuperligától a Nyíregyházi Teke Klub. Győzött és nagy lépést tett a feljutás felé a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az NB2 34. fordulójában a Sorossát fogadta, és 3-1-re legyőzte ellenfelét. Szeretném megdicsérni a játékosokat, mert nagyon nagyot küzdöttek, amikor lehetett, akkor próbáltak játszani. Azt gondolom, hogy a szép gólokat sikerült szerezni. Nyilván voltak olyan lehetőségek, amik még százasak voltak, és be lehetett volna lőni őket. Viszont azt mondom, azért fontos és azért szép ez a mai győzelem, mert egy jó játszó ellenfelet sikerült legyőzni. Nagyon kulturáltan futballozott az ellenfelünk, és okoztak nehéz pillanatokat. Például az első félidő végén ott beszorultunk, ott azt vártam, hogy legyen félidő, hogy tudjuk rendezni a sorokat. Utána tudtuk, nagyon jókor jött a gól. Hát igazából azt mondom, hogy a gólokat mindig jókor lőttük. Ugye itt a 2-0-nál kaptuk ezt a gólt, hiába szóltam, hogy az orosz márka nyilván balra fogja vinni a labdát, de nem ismerték még, és ő nagyon jól lőtte be, viszont 2-1 után megint a harmadik gólt, azt jókor sikerült lőni, ugyanis, ahogy a Peti is mondja, ott volt egy helyzet, amiben az Illés jól védett, zicsert fogott, ugyanúgy, ahogy az ő kapusuk is ugye az első fél időben. Ha a számszerű adatokat nézem, akkor talán megérdemelt a győzelmünk, mert olyan százas helyzeteink voltak, amiből még lehetett volna gólokat szerezni. Maximálisan elégedett vagyok most a játékosaimmal, annak ellenére, hogy kikaptunk. Én úgy érzem, hogy az első két gól, amit kaptunk, az elkerülhető volt. Tudom, hogy minden gól hibából adódik, de el lehetett volna kerülni. Első fél időben, én úgy gondolom, az első 20 percben jobb volt a kisvárda, utána én azt gondolom, hogy nekünk is voltak lehetőségeink. Itt volt egy kétes szituáció, ugyebár a Kundráknak a 11-ese, amit meg lehet adni, véleményem szerint, de 1-0 után lezárhatta volna a mérkőzést, én úgy gondolom a kisvárda, mert a Kovács Dani védett egy nagyon nagy bravúrt, és utána pedig sikerült gólt rúgnunk, visszajöttünk a meccsbe, és hát a harmadik gól ismét egy olyan hibából született, amit egy bedobás után szépen lejátszottak, de igazából ott a 2-1-nél is még a gárdosnak is a lábába volt egy, amit szépen védett a kisvárda kapusa. Összességében azt gondolom, hogy talán az X jobb lett volna nekünk nyilván, de mondom még egyszer, a játékosaim azért jól futballoztak, úgyhogy annak ellenére, hogy kikaptunk, azért dicséret illeti őket. Öt perccel a meccs vége előtt még 13 ponttal vezetett, végül azonban 78-75-ös vereséget szenvedett a Vasastól a Nyíregyháza Blues együttese. A Kék Cápák így nem jutottak be a bajnoki elődöntőbe. A Vasas átállt kemény emberfogásra, illetve letámadott, és hát eladottuk a labdákat, és abból kaptuk a 3 pontosokat, és utána átvették a vezetést, utána mindegy volt. Nagyjából ilyen meccsre lehetett számítani, ugye elég jól ismeri egymást most már a két csapat. Természetesen ilyen szoros meccsre, de az első fél időt nagyon elrontottuk, nagyon rossz védekezésünk volt, illetve a támadásban nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk edzésen, és nagyon sok erőnket elvett az, hogy feljöjjünk Egára, a végjátékot pedig megint elrontottuk. A győztes a veszélyben játszik, a Nyíregyházi készülhet a nagykőrös ellen, gondolom, néhány perccel a meccs vége után meglehetősen nagy benne is a csalódottság. Így van, szerettünk volna négy közé jutni, hiszen tavaly ugye az ötödik helyet szereztük meg, mindenképp szerettünk volna előrébb lépni. Így sikerült, nem áll meg az élet, megyünk tovább, dolgozunk. A play-offban szoros küzdelmes változós meccseket játszott egymással a két csapat, ez a harmadik mérkőzés túl, tehát mindegyike milyen volt a pálya, megélni, hogy megjártátok a poklot, aztán a mennyet, és a vége megint pokol lett. Nehéz ilyenkor bármit is mondani egy ilyen meccs után. Igazából 4 perccel, 4,5 perccel, 13-mal vezettünk, ha jól tudom. Kicsit visszagondolva, nagyon fáradt voltam, nagyon fájt a lábam, kértem egy cserét, talán vissza, lehet nem kellett volna cserét kérnem.
lementem, és kijött a Vasas egy ilyen teljesen alacsony szerkezettel egész pályára, mindegy-mindegy alapon, és teljesen megzavarodtunk, illetve volt három nagyon buta eladott labdánk, illetve egy olyan játékvezető ítélet, ami megfordította szerintem a meccs képét, de abszolút nem szeretném a játékvezetőkre fogni. Nagyon kemény, küzdelmes meccs volt, a végén nagyon bután játszottunk, és szeretnék gratulálni a Vasasnak, mert nagyon kemény küzdelemben felülmúltak minket. Mivel tudjátok ezek után motiválni magatokat, hiszen 5 perce volt az, hogy a döntőbítését játszottak a Veszprémben, most pedig az országon lehet készülni a nagykörös ellen? Megmondom őszintén, nem tudom. Jó kérdés, de mindenféleképpen azon leszünk, hogy megszerezzük az 5. helyet, az a legkevesebb, hiszen nagy csalódás az eredmény, mert nem titkolt célunk volt, hogy 4-be szeretnénk jutni. Nagyon sok időnk regenerálódni nincs, hiszen az egyetemi csapattal nekünk vasárnap, hétfőn és kedden 4 játékosunkat is érint 4-es döntőt játszunk. Az megint 3 nap alatt 3 meccs, illetve kezdődik a Jótom Nagykörös ellen a 2 győzelmi tartó derbi. Jó lenne 2 győzelme, mármint 2 meccs alatt letudni a párharcot, de abszolút nem szabad lebecsülni a Nagykőröst, hiszen bebizonyították már rengetegszer, hogy nagyon kemény ellenfél, ellenünk is. Például a legutóbbi mérkőzésen, úgyhogy szeretnénk azt a vereséget kijavítani, és 2 győzelemmel lezárni a párharcot. 22 sportember vetette át elismerést a Magyar Sport napján a Magyar Tudományos Akadémián. Közülük 4-en Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselték. 22 emberből az országból 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, azt hiszem, hogy ez valóban egy olyan elismerése a megyei sportéletnek és abban annak a munkának, amelyet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végeznek a szakemberek, amely mindenképpen figyelemre méltó és mindenképpen elismerésre méltó, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a 4 ember Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tevékenykedik hosszú-hosszú évek óta, és valóban olyan eredményeket érnek el. Olyan gyerekek és olyan sportolók kerülnek ki a kezeik közül, akikre nem csak a megyében vagyunk büszkék, hanem országos szinten is, és hát bízunk benne azért, hogy ezt a munkát majd, amelyet végeznek, ezt tovább is tudják adni, és a megyei sportélet, ez, a sportéletnek ez bizonyos fokú garanciát jelent majd arra, hogy a későbbiekben is nagyon, nagyon sok sportolóra és eredményre leszünk majd büszkék. Szekély László is számos elismerést kapott már pályafutása során. Hová helyezi ezek között ezt a miniszteri elismerést? Számomra ez nagyon nagy megtiszteltetés és elismerés a munkámnak, ez a kitüntetés. Nagyon büszke vagyok rá. Aktív testnevelőként, edzőként mi a véleménye, mennyire vevők a gyerekek a sportra? Én igazán általános iskolában kezdtem a munkámat, majd később kerültem a Vasvári Pál gimnáziumba. Nem tudok olyan gyereket általános iskolába, amikor első osztályba bejön a tornaterembe, hogy nem szeret mozogni. És akkor innen induljunk ki, hogyha a gyerekek szeretnek mozogni, akkor próbáljuk kialakítani azt, hogy a későbbiek során is ne utasítsák el a mozgást, sőt, váljon igényük ki azt, hogy mozogjanak és szeressék a testnevelést. Jelenleg a Vasvári gimnázium diákjaival ér el az elmúlt években is szép sikereket. Milyen támogatás, milyen hátteret nyújt az intézmény ezekhez a sikerekhez? Igen, a Vasvári Pál gimnáziumban dolgozom, de egy pár szót hadd mondjak már arról, hogy ez a kitüntetés igazán, azt mondom, hogy a Benk József általános iskolai munkámmal kezdődött, ahol minden segítséget és támogatást megkaptam. Neveltem a gyerekeket a Vasvári Pál gimnáziumban, a röplabdás lányokat. Most abban a helyzetben vagyok, hogy még akiket nevel, azok most oda jönnek ebben az évben, illetve majd a kollégák nevelik számomra, ahol számos sikereket, amióta oda kerültem, egy bronzérem, 2 aranyérmet értünk el. Az iskolavezetés részéről ugyanolyan támogatást és segítséget kapok, mint amit a Bem József általános iskolában kaptam, hiszen az előbb említettem, hogy a jövő évtől, szeptembertől indul egy képzés, ahol tréner leszek, és én fogom oktatni az edző és a tanítónőket a röplabdára, és ebben is támogatják a munkámat. És még ebben a tanévben, vagy ezen a nyáron is vár egy feladat önrési csapatára? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó feladat, és nagyon várjuk, megyünk a világjátékokra Brinóba a csapattal. A lányok rettenetesen készülnek, megvan már a csoportbeosztás, a program, úgyhogy nagyon várjuk a rendezvényt, hát remélem, hogy sikerülni fog jó szerepelni. Alig van olyan kézilabda barát, aki Barta Dénes nevét nem ismeri. Ha visszatekint az elmúlt több évtizedre, amit a sportágban töltött, mire a legbüszkébb lehet egyáltalán méleget vonni a rengeteg siker közül? Természetesen azért az Európa-bajnoki cím Portugáliában 99-ben a legnagyobb siker, és nagyon-nagyon büszkeség tölt el, amikor arra gondolok, hogy ugyanaz a korosztállyal világbajnoksággal harmadikok lettünk, és hát a sok középiskolás aranyérem,
középiskolás világbajnokságok, az NBA-ben eltöltött időszakok, ezek azok, amik felemelő érzése az embernek, és szívesen gondol vissza rá. Most milyen a kapcsolat a kézilabdával? Most jelenleg a utánpótlásban dolgozom, elsősorban a Medve Robinak a munkáját segítem, tehetségek felkutatása konkrétan szivacs kézilabdával is csoportom van. Egy kicsit most pihenő, de aztán szeretnék továbbra is a kézilabda környékén maradni. Ugye egy sportág kirakata a válogatott, az elmúlt években nem a legjobban sikerültek a férfi és a női válogatott szereplései. Milyen az utánpótlás? Vannak olyan tehetségek, mint évtizedek ezelőtt lehet fényes jövőre számítani? Én úgy gondolom, hogy a fiú szakákban komoly tehetségek vannak, ezt bizonyította a tavalyi ifjúsági olimpia is. Nagyon jó volt a 96-os korosztályunk, akik Európa-bajnokságon második szerepelt Párizsban. Én úgy gondolom, hogy ebből a 2-3 korosztályban nagyon sok tehetséges kézilabdás van. Aztán, hogy a sorsok, hogy alakul ez a következő éveknek a sorsa, hát remélem, hogy egyre többet tudnak játszani majd a magyar NB1-be, és az lenne a feladat, hogy a legjobb tehetséges kézilabdásaink a legmagasabb szinten játszanak. Most állandó sportban végzett munkáért kapott miniszteri elismerést a Magyar Sportnapján, ilyenek az ember minden bizonyal csinál egy kis számvetést. Mi jött ki végeredményként, minek köszönheti ezt az elismerést? Én azt hiszem, hogy nagyon régen kezdtem fiatalon a sportolást, és nagyon szép eredményeket sikerült elérnem. Több sportágban próbálkoztam, és a végén a kosárlabdánál kötöttem ki, és a kosárlabdát a tanárképző főiskolán kezdtem el aktívan csinálni. Mi juttattuk fel annak idején NB1-be a csapatot, és utána én már dolgoztam, illetve munkahelyre kerültem, családom lett, és akkor már én átmentem a mezőgazdasági főiskolára. Magam versenyzőként jó kosarakat, sok kosarat dobtam, nagyon jó társakkal dolgoztam együtt, nagyon szép eredményeket értünk el. Aztán utána átértem az edzősködésre, lánycsapatokkal edzősködtem, és először a iskolában, a Sipkaiban, a szakközépiskolában végeztem munkát. Ott egy idő után, egy pár év után már sikerült úgy, hogy országos döntőbe jutottunk csapattal, és a 90-es évek majdnem végéig nagyon szép eredmény értünk el, illetve akkor volt az, amikor MB2-ben is szerepeltünk. Mellette régebben még ugye ilyen ifjúsági kupákon vettünk részt, ahol Nyíregyházán is, mert Dézsi Mari, Acél Kati vettek részt, és velük is nagyon szép eredményeket értünk el. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a kosárlabda terén elég sok mindent sikerült tennem az asztalra Szabolcs megyében, és ezt köszönöm szépen azoknak, akik segítettek, akik velem dolgoztak, meg akik felkészítettek erre, illetve annak a háttérnek, aki ezt biztosította. Mi a tapasztalat egyébként? Vonzó annyira a sport azonban a kosárlabda a gyerekek számára, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt? Vonzó lenne, hogyha olyan megszállott emberek lennének, mint régen csinálták. Most egy kicsit nagyobb energia kell ahhoz, hogy ugyanolyan szintre el tudjanak jönni, de a gyerekeket meg lehet mozgatni, mozgósítani lehet, és ugyanúgy lehetne folytatni, hogyha az ember hajlandó rászánna az időt ezekre. Egy hosszú pályafutás végéhez közeledve kapta meg a Magyar Sportnapján az Excelházi Miksa díjat. Minek köszönhető ez az elismerés? Szerintem ezt a felterjesztőtől kellene megkérdezni, akiknek most is megköszönöm ezekben is, hogy felterjesztettek. Szerintem látták azt, hogy mióta szerintem megszülettem, én ezt a közösségi munkát végzem, és gondolom, hogy ezért. Milyen eredményekre lehet a legbüszkébb az elmúlt évtizedekből? Szerintem a Csengérében 2-es férfi csapatra. 1996-ig NB2-es férfi csapatunk volt, csak sajnos nekem volt egy közúttal balesetem, és egy év múlva ez a csapat széthullott, és azóta megye első osztályban van a nő is, és férfi csapat is. Mennyire népszerű egyébként Csengerben a gyerekek között a kézilabda? Hát, hogyha azt mondom, hogy 164 gyerekünk van, igaz, hogy ez a járás területére vonatkozik. Csengerbe járnak iskolába Zöme, környező települések, Riden, Porcsa, Matyukod, Csenger, Újfalúra. Tehát tulajdonképpen Csenger sima kivételével minden településre van gyerekünk, 7 éves kortól 14 éves korig. Az elmúlt 2 év legjobb magyar női röplabdázójával, Szakmári Grétával találkozhattak a Nyíregyházi Bemiskola fiataljai. Az apropót az adta, hogy a diákok 30 éve vették birtokukba az intézmény jelenlegi épületét.
Mindenképpen az épület adottságaira építve az akkori vezetőség, ugye Gubacsi József volt akkor az igazgatónk, úgy gondolta a vezetőség és a nevelőtestület, hogy ezt kihasználva a röplabda, a kézilabda és a játékos sport volt az a három sportág, ami elindult annak idején. Nyilván az emelt szintű angol nyelvoktatás már 40 éves lesz, tehát az már a régi épületben is működött. És azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk ez alatt a 30 év alatt, a röplabda tekintetében is, és a kézilabda játékos sport tekintetében is. És ez a mai röplabda gála nagy öröm számunkra, hogy meglátogat bennünket Szatmári Gréta válogatott röplabdázónk, ugye, aki magyar bajnok is, és itt kezdte a röplabdát a mi iskolánkban. Számon lehet egyáltalán tartani az elmúlt 30 év eredményeit, hiszen rengeteg diákolimpiát nyertek a csapatok, rengeteg olyan játékos kezdte itt a sportágat, aki később válogatottságig nemzetközi sikerekig eljutott. Így van, mi ennek nagyon örülünk, és mindig szívesen látjuk ezeket a volt bemes tanítványokat, és nagy öröm számunkra, hogy ők ellátogatnak hozzánk gyakran, illetve már a gyerekeiket hozzák hozzánk, ez is nagy öröm számunkra. Valóban megpróbálunk az elődeinkhez méltók lenni, és ugye meg kell itt említeni olyan neveket, mint Szekér László, mint Szekérné Böbe, és a mostaniak is nyilvánvalóan a röplabda tekintetében, a mostani kollégák, akik szintén szívüket, lelküket beleadva végzik a munkájukat, illetve a kézilabda tekintetében ugye Rácz Nécser és Erzsébetet, illetve annak idején a játékos sportban Losonci Lászlónét, illetve Szabó Péternét, akik tényleg szívükön viselve a sportnak az előre lépési lehetőségeit nagyon-nagyon sokat foglalkoztak, és a mai napig foglalkoznak a gyerekekkel. Sok intézmény küzd azért, hogy megtöltsék a tantermeket gyerekekkel. Mi a tapasztalat, mekkora súlya lesik latba a szülőknél az iskola választáskor az, hogy itt a emel szintű nyelvoktatás mellett azért vagy kézlabdázhatnak, vagy röplabdázhatnak a gyerekek? Nagyon örülünk neki, hogy túl vagyunk most az elsős beiratkozáson, és hát gond nélkül tudjuk a három osztályt indítani magas létszámmal, tehát mi ennek nagyon örülünk, hogy a szülői érdeklődés az nem csökken. Mi is azt gondolom, hogy megteszünk mindent, tehát nem csak a sport a nyelvterületén, hanem minden más tantárgy tekintetében próbáljuk a gyerekeket felvértezni olyan ismeretekkel, hogy el tudjanak boldogulni a mai világban, a mai életben, hiszen más kompetenciákat is kell fejlesztenünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen komplex dolog, és azt gondolom, hogy ezt a szülők látják, hogy minden irányba próbáljuk a gyerekeket fejleszteni. Valamikor ebben a csarnokban kezdtél röplabdázni, most pedig sokszoros bajnokként, kupagyőztesként, válogatottként, sztárvendégként és vissza erre a gálára. Gyerekként valamikor megfogalmazódott az benned, hogy akár ilyen karrierbe futhatsz? Nagyon eleven hiperaktív gyerek voltam, és nagyon sok sportot kipróbáltam. Én itt a Bem József Általános Iskolában általános harmadikba kezdtem a röplabdát. Ugye a lányoknak a röplabda volt, még a fiúknak a kézilabda. Nem tűntem tehetségtelennek, hiszen az átlagnál magasabb voltam, mint a többiek. És hát ez így megragadt is, már ezt tűzöm 10x éve. És azt lehet mondani, hogy nagyon sikeresen, hiszen az elmúlt években Magyarországon szereztél bajnoki címeket, kupagyőzelmeket, most pedig az új német kluboddal lettél német bajnok. Milyen kint Németországban? Azt hozzá kell tenni, a Nyíregyházával szereztem meg életem első magyar bajnoki aranyérmét, majd azt követően Békés Csabán, és most egy sikeres évet zárva a német bajnokság aranyérmét is zsebre rakhattam. Teljesen másként a röplabda, mint itthon, sokkal gyorsabb. Nem lehet évelején megmondani, hogy ki lesz a bajnok, de folyamatosan szemmel követtem, hogy mi folyik itthon az itthoni bajnokságban, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt is egyre erősebbek a csapatok, és itt is nagyon sok a kikimérkőzés. Milyen céljaid vannak még ebben a sportágban, hiszen nagyon sok mindent elértél viszonylag fiatalon? Ezután, az év után azt kell mondjam, én még egy évet aláírtam Schwerinbe kint, Németországba. Nagyon hiányolom a német kupa aranyérmet, nem sikerült bejutnunk a német kupa döntőbe, ezt mindenféleképpen szeretném megszerezni, és természetesen a nemzetközi kupába is szeretnék aranyérmet szerezni. Visszatérve a bemes időszakra, ugye a BEM csapatával is értetek el szép sikereket a diákolimpiákon, tartjátok a kapcsolatot a korábbi társakkal, manapság már ugye a technikának köszönhetően bárhol van, bárki a világon elérheti egymást. Személy szerint nekem Szekér Barbara a legjobb barátnőm, innen a BEM József Általános Iskolában, nagyon sok mindenkivel találkozok még a mai napig, és futunk össze és beszélünk a régi szép emlékekről, mert tényleg nagyon sok emlék köt ide a BEM József Általános Iskolához. Ugyanúgy, mint az Erdő Zsófival, igaz, Erdő Zsófia egy fiatalabb korosztály, de tényleg ez a hármunk maga, ez így megmaradt mai napig. Ha egy magyar sportoló külföldre szerződik, azt mondják, hogy elérte azt, amit megálmodott. Te milyen hosszú távon tervezel kint? Egy profi sportoló élete mennyire kiszámítható előre, milyen hosszú távon lehet tervezni?
Nem lehet kiszámítani, természetesen még szeretnék egy pár évet a profi röplabdában elhelyezkedni, és nyilván csak utána tekinteni a saját életemre, illetve a családra, de mindenféleképpen szeretnék azután is visszatérni. Említsük meg a válogatottat, az is az elmúlt években szép sikereket ért el a magyar nemzeti csapat, kint volt Európa-bajnokságokon, itt mi lehet a szép, mi lehet a csúcs? Mindenféleképpen tényleg nagyon jó eredményeket értünk el az utolsó 2-3 évben, és szeretném, hogyha ez ugyanígy folytatódna tovább. Magyarországnak nagyon fontos szerepet tölt majd be, hogy jövőre benne vagyunk az Európa-bajnoki, az Európa-bajnokságban rendező országként. Így mindenféleképpen ez az év is egy alapozó év lesz, és mindenféleképpen erre szeretnénk készülni, hogy most a 12. helynél még jobbat érhessünk el. A hétvégén újabb korosztályos kosárlabda döntőt rendezett Nyíregyházán. Péntektől vasárnapig a kadettkorú, azaz U16-os fiúkosarasok B-döntőjének ad otthont a Tiszavasvári úti sportcsarnok. Sajnos egy hajszálon múlott, hogy esetleg keresztjáték segítségével nem jutottunk be az A-döntőbe, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a regionális bajnokságtól ez volt a célunk, hogy legalább egy B-döntő sikerüljön összehozni, és itt bizonyíthatunk. Most hazai pályán játszunk, és szeretnék minél jobb eredményt elérni, és ennek fényében fogunk neki menni pénteken, akkor mennek. A közelmúltban játszottál a országos döntőben, bronzérmesszel az junior csapatban is, ott más elbonyítási szisztéma. Mennyire nehezebb ez, hogy itt egy meccs van arra, ha győzöl tovább jutsz, ha kiesel az alsóágra kerülsz, ott pedig azért három meccs van a csoportban lehet javítani. Igen, itt talán több koncentrációval kell, már az első meccsen is pályára lépünk, hogy mindent beleadjunk, hiszen nagyon kell nekünk ez a győzelem, hogy utána legrosszabb esetben is 12-ek leszünk, ugye, ami már egy nagyon szép eredmény, de igen, ennyivel talán ez egy kicsit rosszabbnak mondható, hogy itt három meccs van, és nem csoportmérkőzések és utána kieséses rendszer, hanem itt ugye egyből kiesés, de szerintem felkészültünk, és nagyon jó eredményt fogunk elérni. Te rendszeresen edzel a juniorokkal és játszol is közöttük. Mennyire más, mikor visszajössz a saját korosztályodba, érzed azt, hogy ott azért erősebb fizikumú, magasabb, nagyobb, képzettebb játékosokkal játszol? Persze, ez mindig így van, ott úgymond csak kiegészítő emberek vagyunk, de edzésen is mindent megteszünk, mikor visszajövünk, meccseken is vezérnek kell, előre lépünk és nekünk kell a csapatot a vállunkon vinni, de ezt már megszoktuk egész évben, ezt kellett csinálnunk, úgyhogy szerintem ezzel sem lesz most probléma. Csak néhány ponton múlott, hogy nem jutottatok be az A-döntőbe, hogy itt Nyíregyháza a B-döntőben szerepeltek, milyen reményekkel, esélyekkel várjátok így a tornát? Én úgy gondolom, hogy így év végére főleg elég jól összeszokott a csapat, nagyon motiváltak vagyunk, és úgy gondolom, hogy a B-döntő mindenki a legjobbját próbálja adni. A mezőny igen kiegyenlített, de úgy gondolom, hogy itt hazai pályán, hazai környezetben igen jó esélyünk van sikeresek lenni. Mi az erőssége ennek a csapatnak? Úgy gondolom, hogy sok jó egyéni teljesítmény van a csapatban, és ez a javunkra fog állni a döntőben. Te vagy az egyik húzó ember, a játékod a pontszámokat tekintve is. Mekkora felelősség, mekkora teher ez, vagy inkább feladom az, hogy tőled várják a pontokat a többiek is? Igen, ez elég nagy teher, de igyekszem a legjobbamat nyújtani minden meccsen, és igyekszek koncentrálni nagyon, hogy minél jobb teljesítményt próbáljak nyújtani. Vereséggel búcsúzott a Szuperligától a Nyíregyházi Teke Klub. Az NTK a zárófordulóban a Sargus csapatát fogadta, és a vendégek 7-1-es győzelemmel távoztak a stadion Teke csarnokából. Az előzményekhez mindenképpen hozzátartozik, hogy az ellenfél csapatvezetője nem ment bele a vasárnapi mérkőzésre játszásba, és itt több játékos nem tudott részt venni ezen a mérkőzésen, ugyanis balagási időszak révén sok embert a szombati dolgok családi szempontból érintenek. Azonban igazából már nem osztem szoroz mérkőzés volt ez, akárcsak az Salgó számára, számunkra is, és ezért úgy voltunk vele, hogy a tisztes helytállás reményében mindenképpen lejátsszuk ezt a mérkőzést. Az elsősorban a hagyományoknak megfelelően rosszul alakult a mérkőzésünk, több mint 100 fás hátrányba kerültünk, függetlenül attól, hogy a Ráski Jánosnak csupán 3 fán múlott a pontszerzése. A középső sorban a Hakker Dezső 593
fával, fantasztikus teljesítménnyel megverte ellenfelét, és ezzel szállította a becsületpontunkat, míg jó magamnak is csupán 3 fán múlott a vendégek legjobb átlagával rendelkező játékosával szemben a pontszerzés. Ekkor hiába volt 60 fa hátrányunk, még úgy gondolom, hogy mindenképpen behozható lehetett volna, azonban a Magyarorsi Péter 2-0-ás vezetés bukta el a szetpontját, illetve a csapatpontját, még a Szlovenszki Attila az első 60 dobásban elég haloványan teljesített, és ott már látni lehetett, hogy nem sok keresni valunk van, és a legvégén azt lehet mondani, hogy már feladták a félünk a mérkőzést, és így alakultott ki, hogy 7-1 arányú vereséget szenvedtünk hazai pályán. Hozzáteszem, nem dobtunk olyan rossz csapatfát, bár megint csak 2 emberünk hiányzott ebből a csapatból. Hogyan lehet értékelni egy olyan szezont, amelyben mindössze 1 győzelmet szerzett a csapat, és ettől függetlenül csak a bajnokság hajrájában dőlt el, hogy búcsúzni kényszerültek a Szuperligától? Folyamatosan ott voltunk sok-sok mérkőzésen, volt, amikor 1 fával maradtunk, volt, amikor néhány fákkal maradtunk le, de rendre 30-40-50 fákkal kaptunk ki csapatfa szinten több hazai mérkőzésen és idegenben is. Hozzáteszem, hogy a bajnokság elején már tudtuk, hogy a Szlovenszki Tibor a térdműtétje után nem fog dobóállásba lépni, és őt már nem tudtuk igazából pótolni, nem lehetett pótolni, mert számunkra sem anyagilag, sem a Budapesttől való távolságunk, hogy szokták mondani, nem teszi lehetővé azt, hogy bárhonnan hozzunk játékost, és így vágtunk neki ennek a Szuperligának. Mindenképpen azért fontos elmondani, hogy annak ellenére, hogy nem arattunk sok sikert egyéni teljesítményekben, amit az előző évekhez mérten tudunk nézni, mindenki fejlődött 5-10 fát átlagban, úgyhogy ez mindenképpen fejlődés jelentett, csak hát amit megszoktunk a Szlovenszki Tibitől, a szokásos 600 fa feletti teljesítménye, 100-120 fás előnnyel vághattunk neki az első köröknek biztos csapatpontokkal. Ez rendre nem így történt, hanem mínusz 80-100 fákkal indultunk az első sorok után, és ez a Szuperliga ez nem arról szól, hogy olyan könnyen be lehet hozni a lemaradásokat, minden fáját meg kell küzdeni, és onnantól kezdve folyamatosan kapaszkodni nagyon nehéz volt, és ez rendre így történt minden egyes mérkőzésen, hogy folyamatosan futottunk az eredmény után, és hozzáteszem, hogy azok a játékosok, akik az 5., 6., 7. emberünk volt a csapatban, nem igazán tudták azt az 540-550 fás teljesítményt nyújtani, ami mindenképpen kellett volna az esetleges sikerekhez, úgyhogy abszolút azt lehet mondani, hogy nem sikerült számunkra ez az év, és ez megmutatkozik abban, hogy csupán egy idegenbeli győzelmet, egy meglepetés győzelmet tudtunk aratni Ajkán. Ezzel a kieséssel, ha csak időlegesen is, de lezárult egy fejezet, 5 szezon töltött a csapat a Szuperligában, hogyan értékeled ezt a fél évtizedet? Mindenképpen nagy élmény volt, és mivel mi Nyíregyházán soha nem volt Szuperliga, és Nyíregyházára nem tudtuk elhozni a világ elit tekézőket, akik a magyar bajnokságban játszanak, így mindenképpen sportszakmailag egy fantasztikus teljesítmény volt ettől a nyíregyházi csapattól, ahogy a Cseszle és Sándor klubelnökünk fogalmazott korábban, hogy amatőr szinten, amit ez a nyíregyházi teke csapat elérhetett, azt mindenképpen elérte a korábbi években. Voltunk 7. helyezettek is, folyamatosan sikerült bemaradni ezzel a játékos állománnyal, abszolút amatőrként, úgyhogy tényleg nagyon szép időszak van mögöttünk. Sajnos ez az idő is eljött, hogy búcsúzunk kell a Szuperligától. Még nem tudjuk, hogy a jövő hogyan fog alakulni, még nincsenek meg a jövő évre kitűzött céljaink. Azt már tudjuk sajnos, hogy a BKV előre is leesett a NB1-be, és valószínűleg ide fog keletre, a keleti csoportba, az NB1 keleti csoportjába hullani, úgyhogy különösen nehéz lesz egy esetleges feljutás. Még mindenképpen meg kell beszélnünk, hogy a jövővel kapcsolatban mi a vezetésnek a terve, és annak függvényében tudunk majd nyilatkozni, hogy hogyan tovább a nyíregyházi teke klubbal, de biztos vagyok benne, hogy az NB1-ben mindenképpen folytatni fogja a gárda. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!